Mai frisbee shootingban folytatjuk egy kicsit a gyakorlatot, és Árkosi Józsival elkezdjük megtanulni a freestyle alapelemeit. Hogyan lehet megtanítani a kutyánkat egy-egy alapvető trükkre? Kezdjük ott, hogy mik azok az alapvető mozdulatok, elemek, amiket először nekem kell megtanulni, és utána a kutyával együtt megtudjuk ahhoz, hogy egy ilyen alap freestyle-t elsajátítsunk. Hát a leges-legelső, amit az embernek figyelme kell venni, amikor például a freestyle-al kezd el foglalkozni, az mindenképpen a kutyának az egészsége és a kutya érdeke. Nem csak a szabályzat mondja ezt, hanem hát valóban a józanész is egzisztálja, mivel hogy ez a sport a kutyáról szól, és arról, hogy jól érezze magát velünk, ezért csak olyan dolgokat szabad a kutyának tanítani, ami nem balesetveszélyes. Úgyhogy mindenféleképpen figyelembe kell venni a kutyának a korát, a fejlettségét, az állapotát, és az alapoktól úgy kezdjük el, hogy például egy fiatal a kutyánál semmiképpen nem tanítunk olyan dolgokat, amik felugrással, testcsavarodással járnak, amíg az izületei megfelelően ki nem fejlődtek, addig csak olyan gyakorlatokat kezdünk el tanulni, ami az ő alkatához illő. Az előző frisbee adásokból már megtudhatták a nézők, hogy mi az a freestyle, mik a legfontosabb szabályai, de mégis, ahogy beszélünk erről, mi az a kor, amikor ezt érdemes elkezdeni a kutyánkkal? Az alapokat, a játékot, a koroknak a megszerettetését, azt a legeslegelején már az egészen pici kölyök kutyával lehet csinálni. Ilyenkor természetesen még csak burítjuk a korongot, erről már volt is szó régebben, és ezek által, a játékok által fejlesztjük ki benne az érzéket is, hogy úgy mondjuk, hogy korong érzék, tehát hogy az eszközt jól tudja ő is kezelni, és közben nekünk is nagyon sokat kell gyakorolni, ahhoz, hogy mi tudjuk a korongot biztosan kezelni. A kölyök kutyák számára vannak egészen kicsike korongok, azokkal lehet az első lépéseket megtenni. És közben mi pedig fel tudunk készülni arra, hogy azokat a bonyolult gyakorlatokat, amiket majd fogunk látni, azokat úgy tudjuk a kutyával eljátszani, hogy ne nehezítsük meg a dolgát azzal, hogy mi ügyetlenkedünk. Ezeket a freestyle gyakorlatokat hogy érdemes megtanulni? Inkább egy mozdulatsort sajátítsunk el, vagy egyesével az elemeket, és akkor utána könnyebb összerakni az egészet? Nagyon jó volt valóban a megközelítés. Egy-egy gyakorlatot megtanulunk, megtanítunk a kutyának, és ezeket rakjuk össze kicsi blokkokba. Tehát, hogyha már egy bizonyos dolgot tud a kutya, akkor azt összefűzzük egy másikkal, és így két-három dolgot például egyszerre, hogyha meg tud csinálni, összefűzve az már egy kitesz egy 10-20 másodpercet, az már egy önálló kis gyakorlatsor, és ezeket lehet variálgatni, így tudjuk felépíteni, hogy aztán egy egész mutatvány áll össze a képből. Mik az alapok, amit ebben az adásban most megtanulhatnak a nézők? Vannak különböző ügyességi trükkök, olyan forgások, ugrások, olyan mozdulatok, amik a koronggal nagyon látványosak. Ezeket sokszor először korong nélkül gyakoroljuk, akár csak egy jutalomfalattal, vagy bármi egyébbel. Például a testtel való érintkezésnek, a testen való átugrásnak, a testről való dobbantásnak számtalan verziója van. Ezeket a gyakorlatokat is már lehet kezdeni fiatalabb korban, még a földön ülve, úgyhogy a kutya nem repül magasra, és ezeket lehet folyamatosan fejleszteni, ahogy a lehetőség meg a kutya kora engedi. Ezeket fogjuk itt most látni majd sorban. Ez egy nagyon egyszerűnek hangzik, hogy felugrik ránk a kutya, vagy ránk ugrik a kutya, mert gondolom, hogyha egy egész részt rendelünk ennek a sulinak, nem egy olyan egyszerű dolog ez mégsem. Igen, sok kutyában van például egy ilyen ösztönös tartás, hogy nem szeret az embernek a testére felugrani. Éppen ezért, hogyha mondjuk arra készülök egy kölyökkel, hogy frisbizni szeretnék vele, akkor erre külön gondot kell fordítani, hogy nem szabad rászólni a kutyára, amikor ráugrik az emberre. Úgyhogy nagyon sok ilyen körülmény is van, amit figyelembe kell venni. És hát ezek az ugrások, ezek a legkülönbözőbbek lehetnek. Lehetnek egészen egyszerűek úgy, hogy az ember például féltérden van a földön, vagy ül, vagy fekszik, és ott hajt végre valamiféle ilyen akrobatikus trükköt a kutyával, egészen addig, amíg felegyenesedve áll, és a válláról ugrik még fel a kutya az égbe. Úgyhogy tényleg végtelen sok variáció van, és ezeket így a talajtól kezdjük felépíteni.
fiatal kutyával kezdjük mindig a lapokat, tehát mondjuk mindig a talajszinten mozgunk az elsőnél, ebből indulok ki. Akár amikor még a kutya nem is tudja a levegőben elkapni a korongot, az sem szükséges, egyébként, hogyha gurítjuk a korongot, és ha lefekszünk, keresztbe tesszük előtte a lábunkat, és a lábunkon keresztül csaljuk egyszerűen a koronggal, akkor dobant egyet a lábunkon, vagy átugrik rajta, és úgy fogja meg a túloldalon a korongot, és megvan számára az öröm, a sikerélmény, hogy elkapta. Akkor tudunk kicsit magasabbra emelkedni, hogy arra késztetjük ezzel, hogy ránk lépjen, és úgy ugorjon tovább, és ez így épül fel. A motiváció mindig a korong megszerzése. Aztán vannak olyan trükkök, amik hasonlóak tulajdonképpen a dog dancinghez, amit szinte egy ismert sportág, ahol a legkülönbözőbb táncos jellegű mutatványokat mutatják be a kutyákkal. Számtalan ilyen dog dancing trükköt, amik alapvetően dog dancing trükkök, ezeket be lehet építeni a korongos produkcióba, és olyan különböző mutatványokat, forgásokat, szaltókat, pörgéseket, hempergéseket, egyebeket, amiknek mindig egy-egy ilyen mozdulatnak a vége az, hogy valamilyen trükkel kap egy korongot a kutya a levegőből, és így az egész egy önálló mutatványá fog összeállni. Az a lényeg, hogy úgy rögzítsük a kutyában a jó gyakorlatokat, hogy a gyakorlás során, amikor jól sikerült, és úgy sikerült, ahogy mi elképzeltük, akkor mindenképpen legyen sikerélménye. Ezt néhányszor megismételjük, hogy ha ez már stabilizálódik, akkor megpróbálhatjuk azt, hogy két ilyen játékot összefűzünk, és akkor már ezt a kettőt fogja sikerrel zárni a kutya azzal, hogy az övé a korong és megszerezte. Frisbee-shoringban megtanulhatták, hogyan szoktassuk rá a kutyánkat, hogy ránk ugorjon. Nekem már sikerült ez a mozdulat, úgyhogy mehetünk a következő részre. A város tele van kutyaszarral. Én felszedem. Te miért nem?